Szevasztok, srácok, ahogy az várható volt, a hétvégén a Doctor Strange folytatása teljesen leuralta a világot. Már is mondom a részleteket. A film csak Amerikában 185 millió dollárral nyitott, amivel nem csak az előzetes jelentéseket múlta felül, de kereken 100 millió dollárral többet hozott, mint a 6 éve ezelőtti első rész. Durva! Ez a film még hozzácsapott nemzetközi szinten laza 265 milliót, szóval összességében világszinten már 450 millió dollárnál jár. Egy hétvége után. Ráadásul most 3 hétig nem is igazán lesz kihívója, ugyanis a következő nagy blockbuster majd május végén jön a Top Gun Maverick képében. A hazai eredményekről még nincsen hír, annyit lehet tudni, hogy a Doctor Strange 2 a pandémia korának második legjobb nyitását hozta, azaz valószínűleg csak a Nincs hazaút előzi meg. Igaz, hogy a produkció eléggé megosztotta a nézőket és a kritikusokat, a Rotten Tomatoes gyűjtő oldalán például csak 4 olyan Marvel moziverzumos film, ami gyengébb értékelést kapott. Ennek ellenére szép jövő elé néz a film. Ti már megnéztétek? Írjátok meg a véleményeteket a kommentek között, én Zalus voltam, hamarosan újra találkozunk.